Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Ezúttal arról van szó, hogy ő blokkolt téged. Most nem tudsz írni neki. Megnézzük ennél a kirakásnál, hogy miért és meddig lesz ez így. Feloldja ő ezt a blokkot. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A fő téma itt van középen. És ez a kártya azt jelenti, hogy voltak köztetek félreértések, viták, veszekedések, az is lehet, hogy ő bántott meg téged, és most úgy tesz, mintha ez fordítva lenne, ezért blokkolt. Minthogyha te sértetted volna őt meg. Itt a gólyák azt jelentik, hogy megváltozik a helyzet. Hiszen itt ez a ház jelenti azt, hogy vagy szeretne téged meglátogatni, vagy szeretné azt, ha te látogatnád meg. A kártyák azt is jelenthetik, hogy ő blokkolt téged, de mindig ott van a közeledben is, figyelgeti azt a helyet, ahol laksz. Ez a ház és a gólyák együtt jelenthetnek változásokat családon belül, néha jelent költözködést is. Az is lehet, hogy nála viták, veszekedések voltak a családban, nem volt jó a hangulata, és téged blokkolt. Holott nem is volt erre ok. Ez is lehet, hogy a kártyák erre utalnak. Itt látható a mozgás, ez lehet autó is, hogy autóval mindig úgy ott van a közeledben, figyelget téged. És itt megjelennek az egerek. Ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Te hiányzol neki, sőt, fél attól, hogy elveszít téged. És az egerek el tudják távolítani a vitákat, a félreértéseket, vagy az egerek eltávolítják ezt a blokkot, hogy itt kinyílik majd valami, lehetőséged lesz arra, hogy újra írj neki. Itt a gólyák gyakran fél évet jelentenek, hogy fél éven belül megváltozik itt a helyzet, sőt lesz közeledés is. Nem kell fél évig várnod, hanem ez azt jelenti, hogy fél éven belül lesz változás. Jelenleg ott vannak előtte az utak, hogy ő döntést hoz most. Hogy hagyja így a helyzetet és blokkol téged, vagy hogy elveszi ezt a blokkot és újra írhatsz neki. És így fog történni, hiszen a nap megvilágít valamit, téged is láthatóvá tesz. Az azt jelenti, hogy látni akar téged. Találkozni akar veled, útban van hozzád. Amit a nap még jelenthet az internet, hogy figyelget téged az interneten, és a ház körül is megjelenik. Most szünet van, erre utal a koporsó, hiszen nincs mozgás, de ez megváltozik. Itt a gólyák, sőt a hold is jelenti a változásokat,
és az esti órákban, vagy ott van a közeledben, figyeli, hogy otthon vagy-e vagy sem, vagy azt is jelentheti a hold, hogy álmodik rólad, az esti órákban gondol rád, és majd megváltozik a helyzet, hiszen ez a nyugalmas időszak, ez az időszak, amikor ő még blokkol téged, az elmúlik. Itt van a változás, itt vannak az érzelmek, a döntések, és látni akar téged. Itt megjelenik a nyilvánosság, lehet, hogy arra is gondol, hogy valahol összefuttok a nyilvánosságon, és majd úgy tesz, mintha nem történt volna semmi. Itt a halak jelentik az anyagiakat, vagy a munkáját. Lehet, hogy ott voltak problémái, meg a családban voltak problémák, nem volt jó hangulatban, amikor téged blokkolt, és a halak azok jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, megvannak az érzelmek, lesznek változások, egy stabil helyzet, útban van hozzád, látni akar téged, sőt, még a nyilvánosságon is. És ez volt a szerelmi jóslás, miért blokkolt téged, így marad-e a helyzet, vagy változnak-e a dolgok, ezt megnéztük most ennél a jóslásnál. Örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha tetszett ez a videó, akkor örülnék annak is, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze meglátogathatsz a Facebook oldalon is Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!